büszke lehet minden itt lakó, hogy Bonyhád olyan értékeket hozott létre ebben a folyamatban, amely szép, jó, és ennek a közösségnek azt gondolom a segítségére használva válik. Szombaton délután adták át Bonyhád új rendezvényterét a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ mögötti területen. Az eseményen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, jó látni, hogy a top forrásokból valódi értékek teremtődnek megyeszerte. Mindenek előtt ez egy nagyon boldog esemény, ugye várakozással vagyunk az ünnep miatt, és hát minden egyes településen, akár Bonyhádon, akár máshol adunk át egy ilyen teret, ez felemelő és jó érzés. Ebben a hideg időben itt elég sok ember, fiatal, gyerek, család jött el ide, és ez számomra, hangsúlyozom, nagyon-nagyon jó érzés. Ilyenkor érzi az ember, hogy egy közösséghez tartozik, és egy közösségnek érdemes ilyen dolgokat létrehozni, erre érdemes pénzt fordítani, és itt Bonyhádon jól mennek a dolgok mostanában, úgy veszem észre. Én abban bízom, és annak örülök a legjobban, hogy soha nem látott, vagy teljesen új, régi programok is megelevenedhetnek, újra föl lehet idézni majd akár egy szabadtéri mozi nyári hangulatát, akár egy sörfesztivált, akár a megszokott nagy rendezvényeinket egy megújult új környezetben tudjuk majd eztán megélni. Egyetlen egyet szeretnék még kihangsúlyozni, de ezt nagyon fontosnak tartom. Ahhoz, hogy ez mindez így legyen, és sokunk örömére hosszú éveken, vagy akár évtizedeken keresztül, az egyetlen egy dologra van szükség, mégpedig arra, hogy figyeljünk erre a térre, vigyázzunk rá, és figyeljünk oda a másikra is, hogy ne rongálják, mert azt szeretnénk, hogy minél tovább örömet szerezzen minden bonyádinak. Isten áldja meg azokat, akik ezen a helyen élik át az öröm és a szeretet pillanatait. Az új teret Aradi András evangélikus esperes, Vigand István katolikus plébános és Mészáros Zoltán református lelkipásztor áldotta meg. Ezt követően zenés műsorral és adventi vásárral várták az érdeklődőket az új téren. Most jöttünk egyébként ki az előbb a ringatorról, úgyhogy még nem nagyon néztünk körül, de nagyon jó. Nagyon tetszik, végre van valami Bonyhádon. Mert előtte nem nagyon volt ilyen adventi kavalkád? Adventi vásár még nem volt, ez most van először. Tehát akkor nagyon vártátok? Igen. Kíváncsiak vagy? Igen. Milyen a forradbor? Nagyon finom, köszönjük szépen. Tudjuk ajánlani ezt a Tito ételbáros fiúkat. Megszívleljük, hogy érzitek magatokat? Nagyon jó, köszönjük. De rendben. Két napja tudtam meg, hogy lesz, de nagyon örültünk neki persze, mert most a leghamarabb Szekszárdra tudunk csak bemenni ilyen helyre. Úgyhogy igen, azért is jöttünk, de meg kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz. Látom, hogy a családdal, barátokkal vagytok én. Véletlen találkozás, mert igen, gyerekkel jöttem igazából, csak mama ellopta. De igen, örülünk persze, hogy itt vannak ők is. Két éves folyamat zárult le a hétvégi átadóval, egyben új fejezet is kezdődik Bonyhád életében a közösségi városi programok tekintetében. Ez a szabadtéri színpad és környéke 475 millió forintos támogatással egy toppos pályázatnak köszönhetően készült el. Ez lehetővé teszi azt, hogy a nyári nagy rendezvényeket, de az egész évi rendezvényeket itt kulturált környezetben lehessen megrendezni, és új létesítmények, kiszolgáló létesítmények is elkészültek, parkrendezés, térkőborítás készült el ebből az összegből, úgyhogy nagyon szép helye lesz most már tényleg ez a városnak, és nem csak az adventi készülődés alkalmával, hanem egész éven keresztül kulturált helyszínnel várhatja a bonyhádi ünneplőket. A rendezvénytér elnevezésére a város vezetése várja a lakosok ötleteit, a végleges nevet szavazás útján döntik majd el. Nagyon szép minden, nagyon szépen megújult itt a tér. Kíváncsi leszek a névváltoztatásra, illetve a névadásra, hogy mi lesz a... Önöknek már vannak ötleteik esetleg? Nem nagyon, csak azon csodálkozom, a Vörös Marti tér már van, és az is benne van a sorban. Hát majd gondolkozunk rajta, hogy mi legyen. Több év előzte meg ezt a mai ünnepnapot, hiszen az álmodozás az, hogy ebből a nagyon értékes és városközponti elhelyezkedési területből egy olyan rendezvényteret tudjunk létrehozni, amit azt gondolom, hogy a mai időben elvárható egy ekkora méretű várostól, mert hogy a Bonyhád elhelyezkedése maga, a város szerkezete olyan, hogy nem volt olyan főterünk, olyan rendezvényterünk, ahol csak mi lakosok lehetünk, autóforgalom nélkül, hiszen minden tér a városban valami épület köré épült, és autóút övezi, ezért szerettük volna
ezt a teret úgy megalkotni és úgy létrehozni, hogy nagyon sok funkciót tudjon betölteni. Ezzel pedig kezdetét vette az első völgységi advent, ami egészen karácsonyig várja a látogatókat.